az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, éme fogansz méhetben és fiút szűlsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké és uralkodásának nem lesz vége. Ne félj, Mária. Bárki, aki hallgatja ezt a műsort, valójában behelyettesítheti a saját nevét. Hiszen nem lenne igaz, hogy félelemmentes az életünk. Ha végig gondoljuk az éveket, hónapokat, napokat, akár csak az elmúlt adventi napjainkat, így, amíg megérkeztünk karácsonyig, hányszor jutott eszünkbe az az érzés, ami nem tölt el minket se jó érzéssel. A félelem, ami Bénít, megszomorít, elkedvetlenít, és ami ellen, igenis, meg kell tanulni nekünk harcolni. Vannak emberek, akik tagadják a félelmet, vannak, akik lenyomják, elnyomják magukban. Én sok-sok félével találkoztam már a szolgálatom során, karácsony előtt és karácsony után is. Mint... A Keszthelyi Gyülekezetünk tagját szeretnélek megkérdezni arról, és mind családtagunkat is, hogy neked mi a véleményed fiatalként a, a félelemről? Nagyon jó kérdés, és, és el is gondolkodtatott, amikor megtudtam, hogy ezt az igét választottuk, vagy választottad. És igen, behelyettesítettem én is a nevemet, ahogy mondtad, Mária neve helyett és, és elgondolkodtam a félelmeimen, amiket nem szabad, amit mondtál is, nem szabad. Nem szabad megtagadni, nem szabad letagadni, nem szabad a szőnyeg alá seperni, mert ezek a félelmek, félelmek ezek jelen vannak. Jelen vannak az életünkben. Elég, hogyha csak én személy szerint visszagondolok a, a gyermekkoromra, az elmeséléseid alapján, hogy mennyire féltem a vihartól, Emlékszem, hogy amikor dörgött, akkor, akkor beszaladtam a szobába. Vagy, vagy olyan félelem fogott el minden egyes matek órán. Vagy, vagy, én is találkoztam azzal a félelemmel, ugyan kicsiként, amely talán minden ember legnagyobb félelme. Nagyapám, tata, halál, akkor a halál félelem. De a félelem jelen van. Ezt, ezt nem szabad megtagadni. Azt, hogy a hitedet gyermekkorodtól nyilván családi körben próbáltuk ápolni, vigyázni és a jó Istentől elkérni, azért nagyon sok imádság hangzott el, de az egy kicsit különleges volt, ami életünkben van, vagy az én életemben, amikor Hívő emberként, hívő gyermekként, hívő fiatalként te egy olyan hobbit választottál magadnak, ami egy olyan sportág, amit nagyon sok fiatal szeret, kedvel, űz, és hála Istennek ebben neked meg is adta az Úr az eredményeket, a sikereket, hát a félelmek mellett nyilván, amelyek amelyek meghozták a maguk eredményeit. A sport és, és, a futball, amiben jelen vagyok kicsikorom óta, játékosként és most már egy éve futballedzőként, utánpótlás edzőként, én erre mindig úgy gondolok, hogy egy kicsit az életet tükrözi. A maga sikereivel, kudarcaival, kihívásaival. A sportban tényleg az ember győzhet és veszíthet, megtanulhat megtanulhatja a kudarcokat, miként és hogyan kezelni. És az a félelem, amiről, amiről ma beszélünk, és amiről szó van, és amiről Máriának azt mondja Gábriel, hogy ne félj, az a sportban is jelen van, ahogy a, ahogy a keresztény életben is. Mert, mert én úgy gondolok a félelemre, és talán ez lehet a megoldás a félelemmel kapcsolatban, hogy döntés elé állít. Ez a döntés, ez, ez úgy néz ki, hogy engedek ennek a félelemnek, amely jelen van, amit nem tudunk megtagadni, vagy pedig helyt adok a reménységnek. Sokféle reménység létezik. Mi az a különleges reménység a mi életünkben, ami, ami más, mint a világ reménysége? Igen, és talán pont ezért, ezért a legszebb a karácsony üzenete a számunkra. Mert a karácsony üzenete az Isten szeretetéről szól. Isten szeretetéről, arról a szeretetről, amely János első levelében azt mondja, hogy kiűzi a félelmet. Olyan szépen egymás mellé teszi János a félelmet és a, és a szeretetet. És azt mondja, hogy ha hogyha elfogadod, hogyha az életedben jelen van, és és hatással van rád. Ez az Isteni szeretet, amely, amelyről olyan sok mindent el lehetne mondani, hogy, hogy, életet formáló, hogy teremtő ereje van, hogy, hogy össze nem lehet hasonlítani az emberi szeretettel, de erről a szeretetről azt is mondja, hogy ez a szeretet kiűzi a félelmet. És ez a szeretet, ez reménységet ad. Az, hogy te 24 évesen beszélsz a hitedről, arról, hogy hogyan lehet a Félelmeink fölött, fölött órá lenni. Az egy, az egy kivételes dolog a mai világban. Hiszen a, a fiatalokhoz, ebben az életkorban, illetve korábban, hát nem szokott ilyen csatornákon szólni az Isten az angyalától, mint ahogy Máriához szólott, hiszen azt írják, hogy 13-15 éves fiatal lehetett. Mi az, amit te a te korosztályodnak, vagy a náladnál fiatalabbaknak üzenni tudnál? Talán azt, hogy, hogy meg kell erősödnünk ebben az üzenetben. Abban az üzenetben, amely, amely a szentírás a szentírásban jelen van. Mindig, hogyha a félelem ott van, akkor vagy az angyal által, Gábriel Angyal által, vagy pedig Jézus által, Jézus szava által ott van ez az üzenet, hogy ne félj. Nagyon sokszor megszólal ez az üzenet, ne félj. És. És minden egyes ilyen üzenet arra indíthat bennünket, hogy. És talán visszakapcsolódó a kérdésedhez, hogy milyen, milyen eszközök, mi, mi, mit üzenhet, mi lehet a megoldás ezzel kapcsolatban. Meg kell erősödnünk ebben az üzenetben. Megerősödni úgy, hogy. Hogy visszatekintünk a múltunkra, abba arra, hogy, hogy azok a félelmek, amelyek beszűkítettek, amelyek hatással lehettek akár az életünkre, kapcsolatainkra, azok hogyan, hogyan múltak el. És hogyha erre visszatekintünk, és meglátjuk ö, a múltunkban, a félelmeink között, amelyek akkor, annó eluralkodtak rajtunk, akkor meglátjuk Istent, hogy igen, ebből is kihozott, akár mint a zsidó népet, akkor akkor ebben megerősödhetünk. Igen, akkor is ott volt velem, pedig féltem, pedig azt hittem, hogy egyedül vagyok, de szól az üzenet, ne félj, én ott voltam veled, én megváltottalak, nem vagy egyedül. Árnyék fölött fény ragyog, amire nézek, az vagyok. És hát én erre tanítottalak titeket, erre tanítottam rám bízott gyermekeket, hittanosokat, gyülekezetet, hogy bizony tanuljunk meg a felhők fölé nézni, az árnyék fölé nézni, a jó Istenre nézni, és az ember felemeli a fejét, akkor ő segít, segít nekünk megtartani ezt a felemelt fejet, amit kérek a fiatalok számára, a te számodra, minnyájunk számára. Így kívánva Istentől áldott békés karácsonyt minnyájunknak.